188 fellépésen van túl idén a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Ezek közül 106 színházi produkció volt, közölte Lukács Házi Győző igazgató. Az együttes 65 nagyzenekari koncertet adott, Szeged mellett föllépett az ország több helyszínén, valamint a határon túlon is. Tevékeny a zenekar, sokat dolgozik. Bizonyára nem mindenki számára köztudott a városban, hogy ez ugyanaz a zenekar, amely a színházi szolgálatokat is ellátja, operát, operettet, zenés játékot játszik, és ugyanaz a zenekar, amelyik szimfonikus muzsikát játszik két nagy bérletben, időnként a Dómban is feltűnik bónuszkoncertekkor vagy húsvét tájékán, és nem beszélve a fiatalokról, hiszen olyan bérleteink is vannak, amelyek a legkisebbeknek és szüleiknek szólnak. A teátrum idei műsorán 9 opera szerepelt, ahol a szimfonikusok is dolgoztak, mondta az együttes művészeti vezetője. A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói posztját is betöltő karmester szerint a 80-as évek elején volt utoljára ilyenre példa. Hisz ismersz, hogy mi hű vagyok, jutalmat érte megkapod. Szegeden ennek a műfajnak nagyon nagy a közönsége, és hogy a jövőben is így maradjon, ezért játszunk a gyerekeknek is operát. A két gyermekbérletes produkció közül az egyik mindig zenés darab. Ez volt idén a Parázsfólácska, Mozart Varázsfólájának gyermekváltozata, és jövőre is folytatni akarjuk ezt a sort. Ez a darab idén 14.500 gyereknézőt vonzott, évek óta emelkedik ez a szám, reméljük, hogy a jövőben is így marad. Az együttes jelenleg CD felvételen dolgozik, Tóth Péter Szent Gellért oratóriumát rögzítik. A tervek között szerepel egy gyermekeknek szóló anyagkészítése is. A zenekar az Ármel Fesztivál szervezésében a közeljövőben, Jersey szigetén, illetve Ausztriában vendégszerepel. A jövő évadban olyan művészek érkeznek Szegedre, mint Medvecki Ádám, Madaras Gergely, Kollár Imre, vagy a Liszt Ferenc díjas fuvola művész Matúz István.